Éppen véget ért a vetítés a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ mozitermében. Gyereknap alkalmával ugyanis ingyenesen vehettek részt a kicsik matiné vetítéseken. De ezen a kisvasúton is mehettek néhány kört azok a gyerekek, akik május utolsó vasárnapján ellátogattak a Kulturális Központba. Mindemellett ajándékpattogatott kukorica és kézműves foglalkozás is várta az odalátogatókat. Nagyon régi vágyunk volt, hogy amint kinyit a ház, rögtön olyan programokkal kezdjük el a kulturális életet, ami nagy tömeget vonz, és szerencsére ez most egybevágott pont a gyermeknapi hétvégével, úgyhogy kollégáimmal hosszas előkészítés után egy kétnapos programsorozatot szerveztünk ide a házba, amely ingyenes mozi előadásokat, gyermekkoncerteket, az imént éppen a Csurgó zenekar lépett fel nagy sikerrel, egy kisvasutat indítottunk be egy vállalkozói felajánlásból, tehát főképpen ingyenes programokkal, kézműves foglalkozással próbáltok becsologatni a város apraját, nagyját. Nagy sikerrel történt, ugyanis teljesen teltházan működik az egész nap. Bal, meg kávészem, ilyeneket, és egy ilyen fa lesz belőle. És kinek csináltam? Anyának. És tudod, hogy milyen nap van ma? Gyereknap. És ez mit jelent? Az, hogy a gyerekek játszhatnak, meg mindenfélét kapnak. Tolnán az eső bekényszerítette a gyerekeket a lovarda épületébe felállított játszótérbe, ami korán sem szegte kedvüket, hiszen számtalan lehetőség várta őket arra, hogy végre kiszabadulva a bezártságból élvezzék a felkínált lehetőségeket. A szülők azt mondják, számunkra is fontos, hogy közösen ünnepeljék meg a legkisebbek napját. A gyerekeknek játékot, talán egy kis nasi is lesz, meg egy különleges programot. Tegnap elmentünk például Domboriba bicajozni, az is egy jó kis szórakozás volt, most meg a mai napra ezt terveztük, hogy eljövünk ide a Magház programjait megnézzük. Ismét élettel telt meg a bátaszéki Bézikheim játszótér, a már hagyománynak számító városi gyereknapra, ahogy általában minden évben ötletes és ingyenes programokkal készült a bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetése és a Nagycsaládosok Bátaszéki Egyesülete. Volt itt ugrálóvár, gipszfestés, kézműves sarok és ügyességi játékok. Megint úgy készültünk, hogy elvileg a semmiből fogunk valamit csinálni, mert papírral, anyaggal dolgozunk, és nagyon szép látványos kis dolgok készülnek. Ilyenkor én egyébként mindig sajnálom, hogy lehet, hogy úgy jobb lenne, hogyha előbb volna gyereknap májusban, és utána anyák napja, mert a gyerekeknek rengeteg mindent tudnánk itt segíteni, hogy amit hazavisz, és akkor otthon odaadja. De szerintem minden anyuka meg apuka örül akkor is, ha ma esetleg valami szép kis dologgal a kisgyerek hazamegy, mert ezek nagyon jó dolgok, mert egyszerűségre tanítanak, kreativitásra. Egy nagyon nehéz éven, másfél éven vagyunk túl, nektek is nagyon megterhelő volt, gyerekek, nem volt óvoda, nem volt iskola, nem lehetett programokra menni. Most már ez a vírus elleni védekezés lehetővé teszi, hogy rendezvényt tartsunk. Rövid köszöntővel nyitotta meg Kalocsa polgármestere az idei gyereknapi eseményt, amit a hagyományok szerint a Csillás Parkban rendeztek meg. Szokásos helyünkön tartjuk most a gyereknapi rendezvényt, sok programmal és látnivalóval készültünk a kicsiknek. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz időszak volt ez nekik is, nyilván a szüleiknek is, úgyhogy ők a mi kis hétköznapi hőseink, úgyhogy őket szeretnénk megajándékozni ezekkel a programokkal. Mai nap meg nyilván a gyerekekről szól, lesz délben egy pizza, jégkrém, különböző programok, koncert, bűvész, úgyhogy nagyon sok játék, jó idő, úgyhogy mai nap az tényleg a gyerekekről szól itt Kalocsán.